Fegyveres terror elhárítók őrizték a kamiont, aminek a rakterében a moldáv embercsempész 97 migránst akart Magyarországon keresztül Nyugat-Európába szállítani. A kocsit Dunaföldvárnál állították meg a rendőrök. Az illegális határsértők közül többen menekülni akartak, de az egyenruhások feltartóztatták őket. Vezetőszáron bilincsben kísérték másnap a 22 éves embercsempészt a bíróságra. A tárgyalóteremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztatják. Magyarországi tartózkodási helyen nem rendelkezik, Magyarországhoz semmilyen módon nem kötődik, kifejezetten és kizárólag a bűncselekmény elkövetése céljából érkezett Magyarországra, ezért a szökésétől és elrejtőzésétől tartani lehet. Az ügyészség szóvivője akkor azt mondta, fennállt a gyanú, hogy bűnszervezet tagjaként dolgozott a moldáv férfi, emiatt sem lehetett szabadon engedni. Azóta el is ítélték az embercsempészt. A járásbíróság gyorsított eljárásban járt el, megállapította a vádlott bűnösségét, több személynek segítségnyújtással, anyagi haszonszerzés véget elkövetett embercsempész és büntettében, mint bűnszervezeti elkövetőt. Vagyis bebizonyosodott, hogy az embercsempész egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként dolgozott, ezért akár 16 év börtönt is kaphatott volna. A bíró viszont enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi a lánc legalján. Ezért a bíróság 3,5 év fegyházra ítélte, kitiltotta a feltételes szabadság kedvezményéből, és 7 évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet viszont nem emelkedett jogerőre, ugyanis a moldáv bűnöző enyhítésért fellebbezett.